Sziasztok! A héten megérkezett az új Dan Brown adaptáció mozikba, szám szerint ez már a harmadik, amelyben ismét Robert Langdon professzor kalandjait követhetjük figyelemmel. A rendezői székben most is Ron Howard, a stáb nagy része is maradt az előző filmekből, Tom Hanks megint Langdon, mellé most Felicity Jones és Ben Foster kerül többek között, szóval a recept nagyjából ugyanaz, mint a Da Vinci és az angyalok démonok esetében, hogy a kész film hasonló lett, tehát lássuk. Robert Langdon, a szimbólumkutató harvardi professzor ismét egy furcsa ügybe csöppen bele, melyek most Firenzébe vezetnek, a titkok kulcsa pedig Dante lehet az isteni színjáték. Langdon amnéziával ébred egy kórházban, mint Jason Bourne, nem is nagyon tudja, hogy mibe cseppen bele, mit keres egyáltalán Firenzébe, fején van egy lőtt seb, egy fura tárgy van a zsebébe, valaki a nyomában, van az élete, a tét, és apró nyomokból próbálja összerakni a részleteket, a rejtét, ehhez pedig egy fiatal doktornő van a segítségére. És ugye itt jön képbe Dante, a misztikum, szóval a Dan Brown-i művészet történeti nyomozás. Ha már az előbb felhoztam a Bourne filmeket, akkor gyorsan le is szögezném, hogy csak nagyon-nagyon durván az alapfelütés hasonló, mert bár akciódús az Inferno, az igazán nagy különbség a két alkotás között az szerintem pont a főszereplő karaktere, egyszerűen a Langdon professzor nem működik annyira jól akcióhősként, mint Bourne. És ez bizony az egész filmre kihat, ugyanis a film első fele tényleg arról szól, hogy az amnéziában szenvedő professzor menekül és próbálja összerakni a részleteket, ugye Bourne már-már szuperképességekkel rendelkezett, úgy lőtt, ütött, verekedett, vezetett autót, hogy azt élvezett volt nézni. Addig Langdon csak fut, egyik helyről a másikra, aztán megint csak fut, közben egy-két rejtét is megold a pihenők alatt, egyik történelmi épületbe be, a másikba ki, és kb. Ennyi. Ez pedig ugye nem ugyanaz a látvány és izgalomfaktor, mint Greenglass moziában volt, és ha már itt tartunk a rendezőnél, akkor elmondom, hogy Ron Howardot én alapvetően egy ügyeskező rendezőnek tartom, de valahogy ez az akciófilm zsánere szerintem nem az ő műfaja. Ez már a Da Vinci-be és az angyalok és démonokban benne volt. Kicsit ilyen love budget akciófilm feelingűek voltak azok az alkotások is, és az Inferno is. Sőt, talán ez a leginkább. Viszonylag tisztességes a cucc, de hiányzik belőle valami plusz. És ez amúgy a forgatókönyv hibája is, jó tudom, alapvetően ez nem is egy akciófilm, ez ugye vár egy ilyen nyomozós krimi, de amúgy az Inferno nagyon pörög, folyamatosan vannak benne akciószekvenciák, csak számomra nem tud túl magas izgalomfaktorba csapni, szinte soha. Még az elején működött, ahogy egyre inkább haladtunk előre, ez úgy elveszett. Ez az 5 perc menekülés, 2 perc történelmi váltakozás egy idő után unalmas lesz. Mondom, akciófilmnek nem elég látványos az Inferno, az, hogy futnak folyamatosan, az nem viszi el 2 órán át a filmet, krimi fordulatok pedig megint talán egy picit kiszámíthatóak lettek és sablonosak, pláne aki ismeri a korábbi műveket, azért az úgy sejtheti, hogy mik lesznek a csavarok, legalábbis szerintem ezek nem ütnek olyan nagyot. Amúgy Firenze szép, jól van fényképezve a film, városok is jól néznek ki, a művek, a misztikus vonal az most is működik, bár az eddigiekhez képest szerintem kevesebb van ebből a rejtvény megoldós dolgokból, mint mondjuk ami a Da Vinci-be és az angyalok démonokba volt, de mindegy, a körítés az jó, a színészek is próbálkoznak, szerintem Tom Hanks az, aki úgy igazán működik, azért őt mindig jó nézni most is, bár azért érzem rajta is egy picit, hogy talán már unja ezt a Langdon szerepkört, a többiek inkább csak úgy asszisztálnak mellette. A film pörgős is, néha egészen rendesen bepörög, hiába jó a háttér, egyszerűen filmekben nem tudják azt átemelni, ami könyvekben működik. És mire eljutunk a fináléhoz, kicsit már ilyen minden mindegy is. Ja, ha pedig már a finálénál tartunk, egyszerűen azt nem tudom megérteni, hogy miért változtatták meg ennyire a könyvhöz képest a befejezést. Az Inferno tény könyve pont emiatt szerettem kifejezetten, ami ott a befejezés, a vég, itt meg egyszerűen teljesen pont az ellenkezőjét csinálják, és egyszerűen nem tudom megérteni logikusan, hogy ezt miért tették meg. Alapvetően összességében szerintem beleillik a Dan Brown adaptációk közé az Inferno, bár hogyha rangsorolnom kéne azért a Da Vinci is, de az angyalok démonok meg pláne megelőzi ezt a filmet. Viszont úgy nagyjából azt hozza, amit azok a filmek, úgy pozitívumában, meg negatívumában is. Így egyszer tök szórakoztató, el lehet nézni, még izgalmasnak is mondanám, de például azt, hogy a lexikális leírásokat, amik mondjuk a könyveket szerintem jóvá teszik, azt nem tudták átemelni, eddig sem, az itt most sincs így. A krimi szál meg, hogyha a krimi elemeket nézzük, az meg nem elég érdekes szerintem. Na mindegy, akik kedvelik az író könyveit, vagy az azokból készült filmeket, azok azért semmiféleképp ne hagyják ki az Infernót, mert mondom, hogy alapvetően beleillik abba a körbe. Én a magam részéről 6 pokolbúgyot adnék a 10-ből, ebben már kicsit a könyv szeretetem is benne van. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, jó mozizást, sziasztok!